7 pontos előnnyel vágott neki a tavaszi szezonnak az Ibrányi futballcsapat. Gellicki Máté együttese a megyei első osztályú bajnokság mellett szerepelt az NB2-es futszálbajnokságban, és a gerincét adta a végül országos bajnok amatőr válogatottnak. A hármas terhelést meg is érezték a játékosok, de a bajnoki cím megszerzése nem került komoly veszélybe a tavasz folyamán. Az Ibrány végül 20 győzelemmel, 3 döntetlennel és 5 vereséggel 63 pontot szerezve a második nagy eseret 5 ponttal megelőzve végzett az élen. Sokkal nehezebb volt, mint amit vártam. Most ebben sok minden közrejátszhatott, akár ha a futszáról beszélünk, akár a válogatott plusz terhelésével. Én úgy gondolom, hogy sokszor fáradtabbak voltunk a kelleténél. Ez biztos, hogy közrejátszott, na meg hát az is, hogy kiismertek közben az ellenfelek, és jóval stabilabbak voltak a többi csapat, és hát ez mind azt eredményezte, hogy akkor ebből 5 pontos előny lett a végére. A csapatkapitány szerint az Ibrány a jól sikerült őszi szezonnal alapozta meg a bajnoki címet. Az őszi szezonunk az nagyon jól sikerült, de tudtuk, hogy a tavaszi szezon az nagyon nehéz lesz, mivel már készültek ránk a csapatok, ezzel meg is látszott, közel se rúgtunk annyi gólt, mint az első fél évben, de végül sikerült teljesíteni a célt, és sikerült megnyerni a bajnokságot. Kedden kisorsolták az NB3-ba jutásról döntő osztályozók párosítását. A visszalépések miatt 6 csapat játék nélkül került a harmadosztályba, az Ibrányiaknak viszont a 2 éve még NB1-es Kaposvár ellen kell pályára lépniük. Volt 3 csapat, amit én úgy gondolom, hogy szerettünk volna elkerülni. Az egyik a Kaposvár volt, őket húztuk, vagy ők húztak minket. Ha ismernek minket, akkor gondolom ők is ugyanígy gondolkoztak, hogy az Ibrányt jól lett volna elkerülni. Ez a 2 csapat összekerült. Van, aki mérkőzés nélkül már most NB3-os csapatnak vallhatja magát, mi nem. Nekünk még van 2 nagyon-nagyon komoly mérkőzésünk. Már szombaton Kaposváron kell helytállnunk, pénteken el fogunk utazni. Nagyon komolyan vesszük a 2 meccset, szeretnénk tovább jutni, mert én úgy gondolom, hogy ez a Ibrányi projekt ez megérett az NB3-as létre és tagságra. Az első mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik, a visszavágót pedig június 18-án szombaton szintén 17 órai kezdettel rendezik Ibrányban.